pihenőt kapott a BAHC ellen, remekül védett Szeles Martin, most visszatért a székelyek ellen Hetényi Zoltán. Fehérben kék összeállításban a Csíkszereda, fekete hazai szerelésében pedig a Deac. Ládai. Saló nagyon veszélyes helyen, micsoda helyzet! Gattagol Mózer! Kapott szegény egyet a fejére, és azért von esett össze ott egyből, de ez egy gyönyörű megoldás volt, és mondhatjuk, hogy ezzel jönnie kell sajnos a mentőknek. Kiállítást szerettek volna Rokai buktatása miatt, hát egyébként nem mondom, hogy nincs igazuk. Elég gáncs szaga volt annak a megmozdulásnak. Beközépre az egy óriási bak, gól! Megszerzi a második találatát a Debrecen, Culigina gólszerző. Szegény Adorján valahogy a lába között surranhatott be a pak. Gecse. Kristó. Megvan még a korong. Szépen arra szolgat középre a Deac, ott a lehetőség, gól! Culigin megszerzi a saját maga második, a Deac harmadik találatát. Gyors egymás utánban, néhány percen belül duplázik a fehér orosz támadó, és ezzel pont számban egyébként beéri Mózert, így már mind a kettőknek 26 pontja van. Kettős ember fornál nem biztos, hogy az embert kell lőni. Na mindegy. Péter, az egy nagy lehetőség, óriási gól, Bece. 3-1, megszerzi az első találatát a Sportklub. Ez egy tűpontos lövés volt, és Bece Tihamér a házi gólkirály. Rokai. Csak kiállítás ne legyen most, Mózer elcseni a korongot, ez remek hír. Mózer még, ugye kapus nincsen. Ott a negyedik gól! Egy remek helyzet felismerés, és Galoha szerzi meg a negyedik debreceni találatot. Férfias küzdelmet követően a Deac 4-1-re tudta megverni a Csíkszeredát, és ezzel ugye eddig az idegenbeli 8-0-át követően itthon is sikerült 3 pontot szerezni a székely csapat ellen.